Számos hírportálon olvasható, hogy vége a tavaszias időjárásnak és jön az igazi kemény tél. Az általunk megkérdezett meteorológus szerint azonban ez térségünkre nem igaz. Hideg levegő fogja alakítani időjárásunkat az elkövetkező napokban, ugyanakkor a sok éves átlaghőmérsékletnél egy kicsivel még mindig melegebb lesz, és a hírekkel ellentétben havazásra térségünkben nem kell számítani. Éjszakánként -4-6 fok körüli értékekre kell számítani. Napközben viszont kevéssel fagypont fölött alakul majd a hőmérséklet, tehát ilyen 0+4 fok várható. Csapadék az nem lesz, tehát nagy mennyiségű hóra, meg egyáltalán hóra nem lehet számítani Fejér megyében, legalábbis a következő pár napban. A felhőzet pedig egy ilyen változékony lesz. Pénteken napos idő ígérkezik, szombat-vasárnap pedig újra beborul az ég, de számottevő csapadék nem lesz hétvégén sem. De vajon mi várható a következő időszakban? A meteorológus szerint ezt nem lehet túlságosan előre megjósolni, de úgy tűnik egyelőre a jövő héten sem kell nagyon hidegre számítani. Igazi tél nagy hóval, illetve kemény műszokkal a jövő héten sem várható, azt tudom mondani, legalábbis jövő hét elején, eddig látunk el jelen pillanatban. Tehát marad ez az időjárás, ez a igazából változóan felhős, időnként ködös, az éjszakai hőmérséklet az fagypont alatt, napközbeni pedig fagypont körül vagy kevéssel a fölötti értékekre kell számítani. Január 6-án Vízkereszt, vagy más néven a Három Királyok napjával befejeződik a karácsonyi ünnepkör, és kezdődik a farsang. Egykor e nap időjárásából következtettek az új év szerencséjére, a várható termésre, csak úgy, mint az emberek egészségi állapotára, és úgy tartják, ha Vízkeresztkor havazik, hamar megjön a tavasz. Most úgy tűnik, erre még egy kicsit várnunk kell.